A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, Látrányi Viktória vagyok, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, és most már mondhatom azt, hogy ahogy azt megszokhatták, itt két hetente szerdánként a deviza hitelesek ügyével, az ő helyzetükkel foglalkozunk. Ebben szakértő vendégünk dr. Várhelyi Tamás ügyvéd, akit sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta ismét a meghívásunkat. A műsorunk elején egy kicsit így összegezzük a főbb kulcsgondolatokat az elmúlt adásaink alapján is, hogy összességében mi az, ami elmondható a deviza hitelesek ügyével kapcsolatban? Hát ez egy borzasztóan nehéz kérdés, és borzasztóan összetett kérdés. Ez egy nagyon régi, nagyon szerteágazó, újabb és újabb problémákat felvető kérdéssorozat. Ami most itt a legutóbbi adásban is, amiről beszéltünk, ez a 9/2023-as jogegységi határozat, hogy ezek a deviza hiteles szerződések jellemzően 2005 és 2009-2010 között jöttek létre, tehát borzasztó régen, tehát a legutolsó, a legkésőbbi deviza hiteles szerződések is lassan 15 éve keletkeztek. Akkor írták alá őket a felek. Úgyhogy egyre égetőbb kérdés az, hogy ezekből a szerződésekből eredő követelések elévülnek, nem évülnek el, mikor évülnek el. És ugye legutóbb erről beszéltünk, ebbe a kérdésbe született az adósokra nézve nagyon kedvezőtlen jogegységi határozatról, hogy gyakorlatilag soha nem tudnak elévülni ezek a szerződések. Aminek az az oka, hogy ezek mind az úgynevezett régi polgári törvénykönyv, tehát az 1959. évi 4-es törvény hatálya alá tartoznak. A régi PTK-ban az elévülést még úgy szabályozta a jogalkot, hogy az elévülést megszakítja a jogosult fizetési felszólítása a kötelezett felé. Tehát, hogyha 4 év 11 havonta egy ajánlott értévevényes levelet küld a hitelező az adósnak, akkor megszakad az elévülés és újraindul. Akkor ez egy ilyen soha véget nem érő történet? Hát egy picit odafigyel a hitelező, hogy az 5 éves elévülési időn belül ő az elévülést valamikor bizonyíthatóan megszakítsa, akkor elképzelhető, hogy soha nem évül el. Tehát elméletileg elképzelhető, hogy nem évül el, igen. Nemrégiben olvastam egy cikket, Szepesházi Péter nyilatkozott, hogy sebb tapaszt kaptak a devizások. Na ez összességében nyilván adás előtt egyeztettünk erről a cikkről. Hogyan látja az ott megfogalmazottakat? Mi az a, van-e kis rés a pajzson, hogyha fogalmazhatok így? Alapvetően van is, meg nincs is. Amit itt ez a cikk elemez, ez a Kúriának egy régi... A Kúria hozott egy precedens képes határozatot, vagy talán jogegységi határozatot, most a jogegységi határozatot, hogy helye van az elévülés megállapítása iránti pernek. A megállapítási per az egy nagyon speciális pertípus a polgári pereken belül. Most a részletszabályokkal nem fárasztanám a kedves nézőket. A lényeg az, hogy bizonyos esetekben valamilyen jog fennállása vagy fennemállása megállapítása irántén pert indíthatok, tehát azt kérem a bíróságtól, hogy állapítsa meg, hogy valamilyen jogom fennáll, vagy nem áll fenn, vagy mi a helyzet. És a magyar bírói gyakorlat nagyon nem volt egységes abba a kérdésbe, hogy abba olyan pert lehet-e indítani, ahol én azt kérem, hogy azt állapítsa meg a bíróság, hogy az adott követelés elévült. Pont. Tehát, hogy kérem, hogy állapítsa meg, hogy ez a követelés elévült, és a hitelezőnek a érvényesítéshez fűződő joga nem áll fenn, mert elévült. Volt olyan bíróság, amelyik azt mondta, hogy igen, lehet ilyen megállapítási pert indítani.
De volt olyan bíróság, amelyik azt mondta, hogy nem, ilyen pert nem lehet indítani, ez nem fér bele a megállapítási per a fogalom rendszerébe, és ezért elutasította ezeket a kereseteket, és most ezt hozta össze a kúria, úgy, hogy igen, lehet olyan pert indítani, amiben én az elévülés megállapítását kérem. Tök jó, csak nincs értelme. Az az én egyéni szociális vélemény. De ez nem megy egy kicsit vélemény. Szembe, amiről már beszélgettünk, azzal a jogegységi határozattal? Nem, mert ott ugye az elévülés feltételeiről van szó, hogy mikor áll be az elévülés, tehát mikor évül el egy követelés. Ebben az esetben pedig arról van szó, hogy azoknak a feltételeknek a vizsgálatára van lehetőség, vagy nincs lehetőség. Tehát a kettő az két teljesen különböző történet. Az elévülés megállapításának az én álláspontom szerint, ami persze lehet, hogy téves, azért nincsen értelme, és én soha nem is értettem ezeket a pereket, hogy miért kell olyan pert indítani, hogy én az elévülés megállapítását kérem, mert ugyanis az elévülést a bíróság sem, meg más hatóság sem hivatalból nem veszi figyelembe. Tehát hivatalból nem veszi figyelembe azt, hogy a követelés elévült, vagy nem, vagy hogy valaki az elévülésre hivatkozik. Tehát, hogyha én indítok egy pert, most itt egy teoretikus példa, van egy követelés, ami mondjuk, tegyük fel, hogy közvetlen végrehajtásra alkalmas, tehát közjegyzői záradékolásra alkalmas okiraton alapuló követelés. Én indítok egy pert a bíróság előtt, ahol kérem az elévülés megállapítását. A bíróság jogerős ítéletében megállapítja, hogy a követelés elévült. Erről nekem lesz egy ítéletem. A hitelező mit csinál? Azt mondja, hogy jó, ez engem meg nem érdekel. Ő elmegy a közjegyzőhöz és kéri a végrehajtási záradék kiállítását. A közjegyző gondolkodás nélkül ki fogja állítani a végrehajtási záradékot, mert ő ezeket a mellékkörülményeket nem vizsgálja, nem vizsgálhatja. Tehát ő azt nézi, hogy az okirat a záradékolásra alkalmas, vagy nem alkalmas. Alkalmas, kiállítja a záradékot, kész. Elindul a végrehajtás, tehát pontosan ugyanott vagyunk, mint ahol lennénk akkor, ha nincs ez a jogerős ítélet. Azzal a különbséggel, hogy nekem nem kell a végrehajtási eljárás, a végrehajtás megszüntetése iránt külön pert indítanom, ahol egyébként ugyanaz bizonyítanám, mint a másik elévülés megállapítása iránti perbe, hanem a végrehajtási eljárás kereteiben, a végrehajtási törvény 56 szakasza alapján én kérhetem a végrehajtás megszüntetését, mert okirattal valószínűsítem, hogy a követelés elévült. Lesz róla egy jogerős ítéletem, ott van a kezembe, kész. Tehát ugyanúgy megszűnik a végrehajtás, de ugyanazt a procedúrát kell végigjátszani, csak más sorrendben, így van. Tehát beljebb nem vagyunk vele. Akkor nem is számít arra, hogy mondjuk tömegesen indulnak ilyen jellegű perek? Teljesen fölösleges. Talán esetleg annyival lennénk beljebb, és annyival mondjuk lehet, hogy itt most a 9/23-as jogegységi ismeretében van létjogosultsága egy ilyen megállapítási pernek, hogyha mondjuk ez egy újabb kérdés, hogy ott meg nem határozható pertárgyértéket mond a bíróság, és akkor 21 ezer forintos illetékért csináljuk, vagy annak a követelés lesz a pertárgy értéknek az alapja, aminek az elévülését én állítom, és annak a 6%-a az illeték, mert akkor az lehet, akkor az lehet egy milliós tétel. Hosszabb összeg. Igen. Mert hogyha meg nem határozható pertárgyértékkel megállapítja a bíróság, hogy ez a követelés elévült, erre látok egyébként kisebb esélyt, akkor úgy van értelme 21 ezer forintért megpróbálni, hogy a 9/23-ason átcsúszik, vagy nem csúszik át. Ez lehet, de ez egy annyira marginális része, hogy itt nem fognak hosszú sorok állni a bíróság előtt emiatt. Akkor valóban ez csak egy ilyen sebb tapasz lehet? Vagy még az sem? Onnantól kezdve, hogy megszületett a 9/23-as jogegység, a kúria nagyon könnyedén mondta azt, hogy jó, akkor indítsatok megállapítási pert, pontosan tudják, hogy semmi értelme.
Ahogy azt említettük, mert az elmúlt adások kapcsán is lehet tőlünk kérdezni, és ezt megtehetik a kedves nézők online, az interneten, e-mailen az info@fmc.hu elérhetősége, és egy ilyen nézői kérdésünk van, hogy azt nem értik, hogy az hogy lehetséges, ha elévült az 5 éves jog, ezzel a követeléskezelő is szembesült, hiszen visszamondták emiatt a BH záradékot, ki lett állítva, illetve végzés is született a megszüntetéssel utána, miért indíthat a követeléskezelő marasztalási pert, mihez van joga, perbeli legitimációja, illetve a követeléskezelők jogaival kapcsolatban az alábbiakat már tárgyalta a kúria, lehetett tudni azt, hogy van-e döntés? Ez egy, tudom, komplex kérdéskör. Menjünk apránként. Kezdjük az elején. Tehát ugye az elévülés, tehát ugye végre, ha ugye itt írt a kedves kérdező, hogy végrehajtási záradékot állított ki a közjegyző, megindult a végrehajtási záradék, vagy megindult a végrehajtási eljárás, és akkor azt elévülés miatt megszüntette a bíróság. Most ugye nekem is van egyébként a saját praxisomban olyan per, ahol pontosan ugyanez a felállás, hogy végrehajtás megszüntetése iránti perbe a bíróság jogerősen megszüntette a végrehajtást, majd most egyébként a követeléskezelő ott is marasztalási pert, tartozás megfizetése iránti pert indított, és azt mondták, hogy hát azt majd a bíróság vizsgálja, hogy annak a pernek, tehát annak az ítéletnek a jogereje az mennyire fog erre az eljárásra kihatni. Ugyanis a jogerő, az anyagi jogerő kérdése, az ítélt dolog kérdése az ugye tényazonosságot, jogazonosságot és félazonosságot igényel. Tehát, hogyha azonos tények alapján, azonos jogviszonyba, azonos felek között, akkor az ítélt dolog. Ha ebből a háromból bármelyik nem stimmel, akkor az már nem ítélt dolog. És sajnos a végrehajtás megszüntetése iránti pereknél, az elévülés miatti végrehajtás megszüntetése iránti pereknél a bíróság az ítélet rendelkező részében annyit mond, hogy a végrehajtás megszünteti pont. Tehát semmi mást nem mond. Az indoklás részében állapítja meg azt, vagy rögzíti azt, hogy azért szünteti meg, és az a megszüntetés oka, hogy a követelés, egyébként a követelés érvényesíthetősége, vagy a végrehajtási jog elévült. De az ítélet rendelkező része ezt nem tartalmazza. Ez a magyar jogalkotásnak egy, hát nem tudom mennyire speciális megoldása, hogy a végrehajtás megszüntetése iránti perben hozott ítélet jogereje az egyébként a szerződés érvényességére, érvénytelenségére, illetve magára a követelésre nem terjed ki. Tehát lehet hivatkozni a marasztalási perbe arra, hogy a követelés elévült. Én meg vagyok róla győződve, hogy egyébként ez ítélt dolog. Most a bíróság úgy gondolja, hogy ez egyébként vizsgálható, mert például a szerződés érvénytelensége iránti perbe, tehát a régi PP, az 1952. évi 3-as törvény alapján ott még cifrább volt a helyzet, ugyanis a végrehajtás megszüntetése iránti perben hozott ítélet jogereje nem terjed ki a szerződés érvénytelenségére. Tehát, hogy a bíróság megszüntette a végrehajtást azért, mert a szerződés érvénytelen, és utána egy másik perben az adós hivatkozott ugyanúgy a szerződés érvénytelenségére, ott születhetett egy homlokegyenest eltérő tartalmú ítélet, ahol azt mondták, hogy nem, szerintünk meg nem érvénytelen. Tehát a végrehajtás megszüntetése iránti pernek a jogereje, az sajnos a marasztalási per megindítását jelen állás szerint úgy néz ki, hogy nem zárja ki. Tehát ezt megteheti a követeléskezelő, hivatkozni kell az elévülésre a marasztalási perben is. Az már egy másik kérdés, hogyha nekem van egy jogerős ítéletem arról, hogy a követelés elévült, akkor azt utána már újra gondolni, hogy na de a 9/23 szerint meg nem évült el, mert az ott megszakította, meg minden. Tehát ennyire már szerintem nem lehet áttörni a jogerőt.
De magát a pert meg lehet indítani. Tehát önmagában a perindítást az, hogy van egy jogerős ítélet az a végrehajtás megszüntetéséről, azt nem zárja ki. Főleg, ha ítélet van, és mondjuk nem egy végrehajtási záradék törlése, vagy valami egyéb eljárásba született ez a... És akkor gyakorlatilag folytatódik ez a peres húzavona? Ezek szerint, hogyha van egy jogerős ítéletem, akkor is számíthatok erre, hogyha jól értelmeztem én ezt? Hát, hogyha valakinek van egy jogerős ítélet a kezébe, hogy elévült a követelés, és ezért az ellene indított végrehajtást megszüntették, az nem zárja ki azt, hogy egyébként ellene akár fizetési meghagyás, akár más módon egy marasztalási keresetet indítson a hitelező. Akkor ez elég nehéz helyzetet teremtett a devíz a hitelesek ügyében. Sose volt könnyű. Sose volt könnyű nyilván, hiszen azért nyilván sok-sok tapasztalat van a háta mögött az ügyvéd úrnak, de akkor ez megint egy olyan dolog, amivel megfejelték ezt a nem könnyű helyzetet? Igen. Igen, igen, tehát tovább fokozódott a jogbizonytalanság, tehát itt eddig az elévülés, legalább az elévülés kérdésében volt egy viszonylag egyértelmű jogi helyzet, mondjuk az elmúlt 11 néhány évben, ezt a 9/23-as jogegységi határozat kidobta az ablakon, és most tovább fokozódik a jogbizonytalanság. És ez azt is jelenti, hogy ugye kidobta az ablakon, hogy mondjuk visszamenőleg is elővehetik hosszú évekre az embert, vagy ez nem jellemző azért? Hát attól függ, mit értünk visszamenőleg alatt, tehát ha mondjuk, ugye voltak, elvileg nem kizárt, igen, tehát hogyha valakinek mondjuk 3 évvel ezelőtt szűnt meg a végrehajtása elévülés miatt, ellene minden további nélkül indulhat egy újabb fizetési meghagyásos, vagy bármilyen más marasztalási eljárás. Ön mit tanácsol, hogy mire figyeljenek a devizehitelesek? Már hogyha mondjuk pert akarnak indítani, vagy hogyha éppen velük szemben lép fel jogi úton a követeléskezelő? Mik azok a fontos pontok, amik mellett nem szabad elmenni, nyilván a saját jól felfogott érdekükben? A legfontosabb, és ez most így a jövőre nézve mondom, ez lehet, hogy egy teljes külön adást is megérne, az úgynevezett fizetési meghagyás. 3 millió forint alatti követelésnél kötelező fizetési meghagyással megindítani az eljárás, de 3 millió forint fölött sem kizárt. Ez ugye úgy néz ki, hogy egy közjegyzőtől, és ugye itt a közjegyzők ebbe a kérdésbe országos illetékességgel rendelkeznek, és véletlenszerűen sorsolja ki a rendszer, hogy melyik közjegyzőre szignálják a fizetési meghagyást, aki kibocsátja a fizetési meghagyást. Egy ajánlott térti vevényes levelet küld az adósnak, amiben kizárólag annyi van, hogy felszólítja, hogy 15 napon belül ennyi meg ennyi forintot fizessen meg ennek és ennek, pont. Nem mondja, hogy miért pont ennyit, mit. Tehát sem a jogalapot, sem az összegszerűséget nem vizsgálja, csak közhitelesen igazolja azt, hogy ő ekkor ezt az adóst erre a teljesítésre felszólította. Hogyha az adós ezzel nem ért egyet, akkor 15 napon belül ellentmondással élhet, azt az egyetlen egy mondatot kell a közjegyzőnek visszaküldeni, hogy nem ismerem el, vitatom, kész, pont. Abba a pillanatban a közjegyző becsukja az aktát, és elküldi a bíróságnak. Ez egy rendkívül fontos dolog. A kisértékű vagy kisebb értékű bankkártya, folyószámla hitel, autóhitel, személyi kölcsön, közüzemi díjtartozás, mobiltelefon, ezek kivétel nélkül fizetési meghagyással indulnak. És hát sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fizetési meghagyásoknak több mint 95%-a emelkedik jogerőre ellentmondás hiányába. Tehát réges-régen elévült, rég kifizetett, rég felmondott egyéb szerződések vagy követeléseket peresítenek ilyen módon a követeléskezelők, és az esetek nagy többségében ezt be is tudják hajtani, mert ugyanis a jogerős fizetési meghagyás az pontosan ugyanolyan, mint a jogerős bírósági ítélet. Tehát ez az egyik legfontosabb, amire az adósoknak
És nem csak a devizaadósoknak, hanem mindenkinek figyelni kell, hogyha közjegyzőtől, Magyarországos Közjegyzői Kamarától fizetési meghagyást kap, akkor annak 15 napon belül feltétlenül ellent kell mondani, mert különben jogerős és végrehajtható, ha elévült, ha nem az ő követelése, ha nem is úgy volt, ott már mindegy. Tehát ez a legfontosabb. A másik az, hogy nagyon célszerű tisztában lenni a saját szerződésének az adataival. Mikor kötötte, milyen banka. Tehát tudom, hogy ez nagyon furcsán hangzik, de amikor engem felkeres egy adós, egy ügyfél, egy ügyvéd, segítsen már, mert van-e, melyik banka tetszett? Hát én már nem emlékszem. Tehát nem emlékszik rá, hogy melyik bankkal, mikor, milyen összegbe. Tehát mondom, van egy szerződés, azt nem teszi el az emberek nagy része? Mondom, azt arra nem tud válaszolni, hogy melyik bankkal kötötte a szerződést. Tehát így borzasztóan nehéz szakszerű segítséget nyújtani az adósnak, és elmondani neki egyébként, mik a lehetőségei, mikor azt sem tudjuk, hogy melyik bankkal állunk szembe. A leveleket célszerű eltenni, ha ajánlottan jön, ha nem ajánlottan jön. Ami nem ajánlottan jön, nem könyvelt küldemény, az elévülést nem szakítja meg, annak az átvétele később nem igazán bizonyítható, de azért abban lehet olyan információ, ami kell. A szerződéses dokumentációt, szerződés, ASF, felmondás, felszólító levelek, ezeket célszerű időrendi sorrendbe összerakni, hogyha esetleg egy perre kerül a sor, akkor ne ott kelljen bogarászni, hogy megvan, nincs meg, mi van, hogy van. Meg összehalászni az iratokat, gondolom. Igen, igen, ami egy rendkívül fontos dolog lenne. Az adósok nagyon jelentős része nincs tisztában azzal, hogy mennyit teljesített. Tehát, hogy mennyit fizetett be. Arról célszerű, most már azért minden háztartásban van számítógép, valami, egy sima, nem kell makrókkal teleszórt, nagyon bonyolult. Egy sima, egyszerű Excel táblázatban ezen a dátumon ennyit fizettem, kész. Csak hogy legyen egy lássa, hogy mennyi. Ugyanis, hogyha ő kíván pert indítani a bankkal szembe, akkor neki kérni kell az érvénytelenség jogkövetkezményének a levonását, röviden el kell számolni a bankkal. Amíg nem tudom, hogy mennyit fizetett vissza a vitán felül megkapott kölcsönből, addig borzasztóan nehéz bármilyen tanácsot adni, hogy érdemes pert indítani, nem érdemes, ha és egyébként, ha azt mondja a bíróság, hogy érvénytelen, akkor mennyit kell visszafizetni, vagy kell-e visszafizetni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiket a saját érdekébe célszerű azért rákészülni egy kicsit, hogy valahogy ha elmegy, ja és hát mindenképpen forduljon a szakemberhez, ezt már talán a múltkor is említettem, hogy az új polgári perrendtartás borzasztóan szigorú szabályokat állított föl, tehát laikusok nem feltétlenül tudnak olyan keresetlevelet, vagy olyan beadványokat szerkeszteni, ami a bíróság előtt jó lehet. Tehát azért célszerű egy olyan szakembert megkeresni, aki ebbe a műfajba valamilyen szinten járatos, és tud segíteni. Meg hát átlátja a dolgokat, gondolom. Igen, meg tudja, hogy milyen pert, hogy érdemes-e pert indítani, ha igen, akkor miért, mire hivatkozzunk, hogyan, ha egyébként az adós alperesi pozícióban van, tehát vele szembe indítottak pert, akkor hogyan tud védekezni, mivel tud védekezni. Tehát ezek azért, hát ez egy, akárhonnan nézzük, ez egy szakma. Hát nyilván. Tehát célszerű, hogyha megfontolják az adósok. Ami mondom, nagyon fontos, hogy a saját szerződésének az adataival legyenek tisztában. Már anélkül nem fog tudni. Nem tud mit vitatni, érdemi ellenkéremet előterjeszteni. Nem tudja, hogy mennyit fizeted, hogy fizeted, stb. De nem mondom, hogy az utolsó kis csekkszelvény is legyen meg, de legalább egy összefoglaló táblázat, hogy vagy akár a banki értesítőket érdemes eltenni, vagy például. Valamit, igen. Igen, igen, igen. Mondott egy kulcs gondolatot, azért vannak olyan ügyek, ahol még érdemes pert indítani ezek szerint? Ez mindig az egyedi ügytől függ. Tehát mindig az egyedi ügytől függ, hogy érdemes vagy nem érdemes.
az elévülés az egy szelet. Tehát az most az teljesen mindegy, hogy most a jogegységi határozat ezt kikukázta, vagy nem kukázta ki. Azon kívül még azért borzasztóan nagy a paletta, tehát a hagyományos érvénytelenségi perek azért továbbra is mennek. Ott viszont már tényleg kell a szakember segítsége, mert most már a kúria is azért egy jó 10 éve foglalkozik ezekkel az ügyekkel. Most már gyakorlatilag a magyar pénzügyi piac összes szereplőjének a szerződése megjárta a kúriát, kis kivételtől eltekintve. Tehát meg lehet azt mondani, hogy egy adott bizonyos szerződés fajta, az most kúria szerint jó vagy nem jó. És ezt aki napi szinten foglalkozik ezekkel az ügyekkel, az tudja, hogy ez érdemes, nem érdemes. Most a kúria ennek a banknak a kockázatfeltárására azt mondja, hogy ez jó, ennek a banknak a kockázatfeltárására azt mondja, hogy nem jó. Ami egyébként változhat, mert volt, amire eddig azt mondta, hogy nem jó, most már azt mondja, hogy jó, megfordult is, hogy eddig nem jó volt, most már nem jó. Tehát ez is egy ilyen dinamikusan változó folyamat, de azért nagyjából lehet tudni azt, hogy érdemes vagy nem érdemes. Tehát, és mivel elszámolási kötelezettsége van az adósoknak, ezért elég lényeges kérdés az, hogy mennyit teljesített. Hát ezt is mérlegelni kell. Mondom, ehhez a legfontosabb az, hogy legyen egy jól összeszedett szerződéses dokumentáció, amiből lehet dolgozni. Mert ha szerződés, ASF, hirdetmény, ilyenek, jó, nyilván ezek internetről innen-onnan összeszedhetők, de sokkal egyszerűbb. Sokkal egyszerűbb, hogyha egy dossziéval érkezik az ügyfél, igen. Minden fontos adattal így, együtt. Így, ez lenne a legszebb, de a dolgokat az élet rendezi, gondolom, hogy ez nem így van így általánosságban. Így van, és akkor jön Morgan Freeman, de nem így történt. Mert tényleg sajnos nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy borzasztóan, tehát hogy a saját szerződésével nincsen tisztában az ügyfél. Vannak azért ezen a területen precedensek, amiben bele lehet kapaszkodni, vagy teljesen átláthatatlan és szövevényes? Precedensek vannak, tehát ugye 2020 április 1 óta a kúria közzétett eseti döntései, amiket precedensképes határozatként tesznek közé, azok precedensek, és azok alapvetően az alsófokú bíróságokra nézve, hát ha nem is kötelezőek, de az erősen ajánlott kategóriában vannak. Tehát ott jogkérdésben csak akkor lehet eltérni, hogyha azt megindokolja az alsófokú bíróság, hogy miért ért el a kúria közzétett határozatától. És azért ez viszonylag azért irányba tudja állítani a jogkeresőket, hogy van értelme, vagy nincs értelme. Tehát hogyha fölütöm a jogtárat, és mondjuk aki viszonylag gyakrabban használ jogtárat, az tudja, hogy milyen kulcsszavakra kell rákeresni ahhoz, hogy megtalálja a megfelelő határozatokat. Azért, hogyha találok 10-12 határozatot, ami ugyanabba az irányba mutat, akkor nyilvánvaló, hogy 13-szor is ugyanazt fogja mondani a kúria, tehát akkor nem annyira van értelme. És hát mondjuk ez annyiból csalóka, hogy a kúrián 2, maximum 3 tanács bírálja el ezeket az ügyeket, tehát az nagyon szép, hogy valaki hoz 20 darab határozatot egy adott kérdésbe, csak mondjuk azt a 20 határozatot ugyanaz a tanács hozta. Tehát ő be tudja bizonyítani, hogy 20-szor elmondták ugyanazt. Nyilván akkor 21-szer is azt fogják mondani, tehát akkor túlságosan sok értelme nincsen ott még pert indítani ebbe a kérdésbe. És várjuk és jönnek az újabb előzetes döntéshozatal iránti eljárások. Amik mind befolyásol vannak. Persze. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ismét egy értékes fél órát tölthettünk együtt, és hát ahogy javasolta is, akkor a legközelebbi műsorunkban a fizetési meghagyás témakörére fogunk majd fókuszálni, a devizahitelesek, illetve a más hitelesek esetében is. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt.
Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket. Két hét múlva szerdán ugyanebben az időpontban várjuk Önöket dr. Várhelyi Tamással. Köszönöm, hogy itt voltak. Viszontlátásra. Műsorunkat visszanézhetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.